A 7. percben járunk, amikor Szakály veszíti el a labdát. Érkezik a beadás középre, és érkezik Eppel Márton is, aki ott folytatja, ahol a Debrecen ellen abba hagyta. Akkor a Loki ellen szerezte meg az első góljait kispesti színekben, és a télen a Dunaújvárostól igazolt támadó most egy beadást ismételten gólra vált, elemi erővel bombázott a léc alá Eppel Márton, aki az első bajnokik során nem tudott a kapuba találni, a legutóbbi két mérkőzésén viszont ez már a harmadik gólja.